Mika Valtari, Palmu felügyelő tévedése. Harmadik fejezet. Palmu sorban végignézett hármukon. Mindegy, bőgte ki, és a fejét csóválta. Hiszen ez csak logikus következtetés, és nekünk még egyszer meg kell vizsgálnunk, mihet megtehetjük. Tehát egyelőre tételezzük fel, hogy csak tréfálkozta. Hová vezet az az ajtó? Választ sem várva, végigment a folyosón az átjáró hátsó ajtajához, és kinyitotta. Kokki, Butler és én követtük, egyre jobban elképedve. Az ajtón közönséges patentzár volt, belülről pedig biztonsági lánc. Amikor a felügyelő kinyitotta az ajtót, a lánc nem volt bekapcsolva. Az ajtótól a homokkal beszórt út a ház mögötti falkerítés kúszőnövényekkel szegélyezett kiskapujához vezetett. – Kik használják ezt az ajtót? – kérdezte Palmu. – Erről sejtelmem sincs – válaszolta meglepetésszerűen Butler. Palmu arc kifejezése arra kényszerítette, hogy folytassa. Azt akarom mondani, hogy ez a gazda külön ajtaja. Én sohasem láttam senkit, aki ezt az ajtót használta. De tudom, hogy a gazdámnál jártak néha vendégek, akiket nem akarta, hogy bárki meglásson. Ilyenkor arra kérte őket, hogy a hátsó kapu felől jöjjenek, és amint ön is észrevette, innen a fürdőszoba ajtajához vezető lépcsőn egyenesen az emeletre lehet jutni. Amikor a vendég jött, gazdám maga bocsájtotta be. Ilyenkor rendszerint hmm, késői látogatásról volt szó, úgyhogy a sötétség miatt nem ismerhettem fel a vevényt, még ha ki is próbáltam nézni az ablakon. Tapintatos rendezés, vélekedett Palmú személytelenül. Butler kissé bizalmatlanul nézett rá. Okon van feltételezni, hogy a gazdám olykor-olykor a kulcsot is odaadta valamelyik bizalmas hmm, látogatójának. Ugyanaz a kulcs nyitja a hátsó kaput, és ezt az ajtót is. Így nem kellett a kapuban lesnie a vendég érkezését. Tudomásom szerint másik kulcs egyáltalán nincs is. És ha egy ilyen vendég látogatásai untatni kezdték, akkor gazdája még mindig bezárhatta belülről az ajtót a biztonsági lánccal, és így elkerülhette a kellemetlen meglepetéseket, ugye? Egészítette ki Palmu. Ma reggel be volt kapcsolva a biztonsági lánc? – Azt hiszem, nem – vélekedett Butler. – Általában nem volt használatban, de egészen biztosan nem állíthatom. – És gyakran jártak a házban ilyen… vendégek? – firtatta Palmú, és már nem is igyekezett leplezni, hogy gúnyolódik. – Erről a kérdésről egyáltalán nincs határozott véleményem – védekezett Mogorván Butler. Palmú becsapta az ajtót, és visszatértünk a folyosóra. – Ha most még egyszer pontosan visszagondol a ma reggel történtekre kezdte nyomatékosan. Nem jut eszébe semmi különös, olyas valami, amiről megfeledkezett beszélni, és ami magát meglepte? Próbáljon részletesen visszaemlékezni. Butler feszülten gondolkodott. Aztán egykedvűen vonogatta a vállát. Nem, felügyelő úr, felelte aztán. A ma reggel történtekből semmi sem lep meg engem. Palmu heves mozdulatot tett, és Butler sietett alázatosan hozzáfűzni. Hiszen két éve állok rükszek úr szolgálatában, Hanghordozása meggyőzően bizonyította, ez az idő felőrölte azt a képességét, hogy bármi felett csodálkozzék. És ez az ajtó, változtatott témát palmú, és a folyosó falába sűjesztett vasajtóra mutatott, amely a fürdőszoba ajtajával szemközti falban volt, csak nem a hátsó ajtó mellett, és a helye után ítélve a ház pincéjébe vezetett. Butler megerősítette ennek a feltevésemnek a helyességét. A kazánházba, a mosókonyhába és a szenes kamrához vezet, magyarázta. Mindig zárva van. A felügyelő, mint egy ösztönszerűen ellenőrizni akarta, hogy Butler igazat beszéle, és lenyomta a kilincset. Ám az ajtó egészen könnyedén kinyílt, zajtalanul fordulva megkent sarokvasain. Nem volt zárva. Palmu nem lépett be az ajtón, csak megfordult, hogy Butlerre nézzen, szótlan szemrehányással. Butler teljesen elvesztette a fejét. Ó, bocsánat, felügyelő úr, kiáltott fel, és kezével a homlokára csapott. Egészen megfeledkeztem róla. Ma reggel korán jöttek a szenesek. A szenesek? Igen, ma érkezett két szállítmány, Cox. Az emberek akkor jöttek, amikor a szalomban takarítottam. Meg kellett mutatnom nekik, milyen sorrendbe töltsék meg a tárolókat. A fürdőszobában már megnyitottam a csapot, hogy vizet eresztek a medencébe. A konyha felől a másik lépcső vezet a pincébe, és miután megmutattam az embereknek a tárolókat, ezen az ajtón át egyenesen a fürdőszobába mentem, mivel féltem, hogy túl sok víz folyik a medencébe, és nem akartam a konyha és a hal felé kerülni. Természetesen akkor maradt nyitva. Bezártam volna, ha ugyanazon az úton tértem volna vissza a pincébe, de megszólalt a főbejárat csengője, és nyomban felmentem a halba, és beengedtem rükszek kisasszonyt, meg a nagyságos asszonyt. Ezzel kezdődött minden. Bonyolult magyarázat, vélekedett Palmú szárazon. Butler szerintem is ok nélkül zavarba jött ettől a részletkérdéstől. Ugyanakkor Palmú fölemelte a kezét, Csendre minket, és behajolt a nyitott ajtón, hogy hallgatózzék. Pszt! Szólalt meg, arcára egyszerre a teljes elképedés kifejezése ült ki. Butler szemöldöke is a homlokára szaladt, és szeme kitágult a megdöbbenéstől. Mert a pincéből eleven és vidám beszélgetés zaja hallatszott. Palmu felügyelővel az élen csöndesen lopakodva néhány lépcsőfokkal lejjebb mentünk, és a poros pincébe jutottunk. A félhomályban orromban éreztem a száraz téglafalak szagát, és kissé távolabb a szemem megkülönböztette a kazánház kazányának görbületét. Elhaladtunk egy ajtó nélküli helyiség mellett, amelynek tárolója tele volt kokszal. A másik oldalon ugyanolyan ajtó nélküli kamra volt, amelynek födém széli, rácsos ablakán át poros fény szűrődött be. És ott, egy felfordított kartondobozon, Két ember ült egymás mellett, eleven beszélgetésbe merülve. A férfit a fényképek alapján nyomban felismertem, bár az első pillanatban nem hittem a szememnek, annyira lehetetlennek rémlet váratlan felbukkanása Bruno porospincéjében. poros pincéjében. A lány pedig, aki mellette ült, és akinek a tekintete egyenesen rátapadt a férfi szórakozott tudós arcára, meg aranykeretes szemüvegére, a legszebb lány volt, akit valaha is láttam. Újabb társaság, jegyezte meg Palmu száraz keserűséggel. Hamarosan több ember lesz itt, mint a pünkösdi mulatságon. A rövidlátó férfi felocsúdott és furcsáló pillantást vetett rá. A lány összerezzent és felállt. Palmu nem tudta tovább féken tartani érzéseit. Kik maguk, és mi az ördögöt csinálnak itt? Fölmet rájuk gorombán. Figyelmeztetőleg megérintettem a kabátóját. Pszt, mondtam csendben. Hát nem ismeri, felügyelő úr hiszen ő Lajhonen az író és kritikus. Palmu összerezzent, figyelmesebben szemügyre vette az alacsony férfi sovány értelmesen szórakozott arcát, és már bocsánat kérő legköhintett. De a lány haragra gerjedt. Védelmezően egy lépést tett előre, és igazi haragtól villámról szemmel ráripakodott. – Ne ordítson, astoba! – megijesztett. – És maga mit keres itt? Kokki levegő után kapkodott, mert a füle hallatára eddig még senki sem merészelt így beszélni Palmu felügyelővel. Palmu kissé elvörösödött, de kényszerítette magát, hogy lenyelje a mérges szót, amely már a nyelve hegyén volt. Anélkül, hogy bármit is válaszolt volna a lánynak, a férfihoz fordult, aki hebegve kinyitotta a száját, és a kezével beletúrt a hajába. Arcának egyik felén kormos folt volt. Lajhonen úr, az író, igen, most már rá ráismerek önre a fényképekről. Szólalt meg Palmú feltűnő udvariassággal. De mi a csodát csinál ön itt? Lajhonen író szó szerint értelmezte a kérdést. A kéziratomat keresem. Válaszolta büszkén kiegyenesítve a nyakát. Mit? Rezzent össze Palmú, és egy lépést hátrált. Sejthettem, hogy ösztönösen mire gondol, mert gyakran mondogatta nekem, hogy felfogása szerint mindazok, akik könyveket írnak, többé-kevésbé agyalágyultak, ki ki a maga módján. Nem, mintha nem egy kiadó nem lenne ugyanezen a véleményem. Igen, a kéziratomat keresem, erősítette meg Lajhonen író, és a maga részéről furcsálóan merett vastag szemüvege mögül palmóra. A címe és Spanyolországban tette hozzá szemlátomást szükségesnek tartva a pontosabb felvilágosítást. Hagyja adja most, hagyja, mondta Palmu békítőleg. Ez kisé kínai számomra. Mi köze Spanyolországnak a pincéhez? Lajhonen író kisé tűzbe jött. Miért kellene kínainak lennie a könyvben? kérdezte harciasan. És a címe csupán szimbólum. és Spanyolországban, hiszen ön is tudja, mit jelent. Nem, nem tudom, válaszolta megrökönyödve palmú. Ez egy szólás forma, magyarázta író. – Minden embernek megvan a maga várkastély a Spanyolországban. Megragadtam palmu kabátúját, mielőtt a maga részéről tiltakozhatott volna a gyanúsítás ellen. Olyas valamit jelent ez a kifejezés, ami a valóságban nem létezik. Így van, szólalt meg csodálattal a szép lány. Hát nem finom gondolat. A várkastély Spanyolországban minden egyes ember vágyálma, titkos ábrándja, álmodozás arról az országról, amely nem létezik. Ez igaz, erősítettem meg halkan, és még egyszer megfogtam palmu kabátóját, de ő elrántotta a karját. Hagyjuk ezt, mondta feszülten, és a szeme kissé kidüllett, hanghordozása pedig elárulta, hogy a szíve mélyén szenved. Ön tehát a kéziratát keresi. Feltételezem, hogy ez a kézirat minden esetre valóban létezik. Miért gondolja, hogy éppen itt találja meg? Palmu felügyelő mutatóujjával széles ívet írt le, a pincére és a széntárolókra mutatva. Most a lányom volt sor, hogy zavarba jöjjön. Észrevette, hogy kormos a keze, és tűzpiros lett. Én szólalt meg. Mi? mondta Lajhon Mindketten egyszerre hallgattak el, egymásra pillantottak, és derűsen nevetni kezdtek. Palmú hagyta őket nevetni, de sötét tekintetétől a nevetésük hamarosan mesterkélt lett. A lány hirtelen elkomolyodott. nem pedig szükségesnek tartotta megmagyarázni. Éppen itt nem keresem a kéziratomat, de van neki sasszonynal fontos dolgom van, és azért jöttünk ide a pincébe, mert máshol nem volt helyünk, ahol nyugodtan beszélgettünk volna. Mióta ülnek itt a pincében? kérdezte Palmú nyugalmat erőltetve magára, de a kérdés hangneme sértette a lányt. Mi köze hozzá? Jegyezte meg fensőbségesen, és a távolabb álló Butlerhez fordult. Butler, tulajdonképpen mit csinálnak itt ezek az urak? Butler felelni akart, de Palmu egy kézmozdulattal elhallgattatta. Sötét komolysággal nézett a két emberre. Hát csak ugyan nem tudják, mi történt a házban? kérdezte hitetlenkedve. Lajhonen író is elkomolyodott, és csodálkozva csóválta a fejét. A lány szép szeme kisé kitágult. Ugyan mi történt? Kérdezte, és hangjában ösztönös félelem és bal sejtelem bujkált. Palmu az órájára pillantott. Mindjárt megtudják. Válaszolta rábeszélő hangon, de rohan az idő, és nekem előbb még néhány kérdést kell feltennem önöknek. Palmu felügyelő vagyok a rendőrség bűnüldözési osztályáról. Palmu meglepetten elhallgatott, mert a lány lassan elsápadt, még az ajka is elfehérült, és mindegy támaszt keresve lajhanen íróra támaszkodott. A szeme kerekre tágult és kimerett. – Nem, nem értem – motyogta erőtlenül. – Remélem, nincs semmi titkolni valójuk – firtatta a ravaszul Palmu, és ezzel felülkerekedett, mert a lány most viszont elpirult és zavarba jött. – Nem, nincs semmi titkolni valónk – válaszolta erőltetett meggyőző hangon, és megpróbált egyenesen Palmu szemébe nézni. – Nos, jól van – Lajhonen úr, hogyan került ön ide? A kéziratomat jöttem keresni, ismételte csökönösen Lajhonen. Most palmul lett ideges. Mondtam már, hogy egyenlőre hagyjuk azt az átkozott kéziratot. Azt akarom kérdezni, mi a magyarázata, hogy úgy viselkednek ebben a házban, mintha otthon lennének. Talán barátai rükszek úrnak. Először vagyok ebben a házban, jegyezte meg Lajhonen író, fagyosan és sértődöttem. És a házból egyelőre csak a pincét ismerem. Rükszek úrnak nem vagyok, és nem is óhajtok a barátja lenni, annak alapján, amit ma volt alkalmam hallani róla. Ezen kívül nem is ismerem őt. Lajhonen habozott, és kissé ideges lett. Akarom mondani, lehetséges, hogy valaha már találkoztunk, de általában senkit sem ismerek meg a második alkalommal. Nagyon rossz arcmemóriám van. És a kisasszony? kérdezte Palmú a lány felé fordulva. Butler ekkor beleavatkozott a beszélgetésbe, mint egy szükségét tartva a bemutatásnak. Van is asszony. Gyakran vendégeskedett a házban. Van -e bánya tanácsos leánya. És a végét úgy mondta, mintha ez mindent megmagyarázott volna, és kezeskedett volna a lány személyéért. Palmu esetlenül meghajolt, és várakozólag tekintett a lányra. Én, igen, én Bruno barátja voltam, kezdte az. Valamennyien összerezzentünk. Tehát tudja, kezdte szaporán Palmo. A lány egyre jobban zavarba jött, és újra elsápadt. Segéd kérően nézett sorban valamennyünkre. Miért néznek rám olyan furcsán? kérdezte. Azt akarom mondani, hogy tegnap estig Bruno barátja voltam, de a tegnapiak után nem kívánok többé a barátja lenni. Éppen ezért találkoztam itt Lajhonen íróval. De először meg kellett magyaráznom neki a helyzetet, és ezért hoztam ide a pincébe. Ő már meg is bocsátott nekem. Igen, természetesen már megbocsátottam magának. Hagyta rá laj, ha nem melegen, és barátságos bagoly módjára bólintott. Palmú széttárta a két kezét, reménytelenül rám nézett, és a fejét rázta. Jól van, mondta, de maguk legalább régi ismerősök? Egyáltalán nem, tiltakozott laj, ha nem megütközve. Miből következtet erre? Éppen ellenkezőleg. voltaképpen most találkoztam, először van neki asszonynal. Akarom mondani, szombaton ugyan már találkoztunk, de akkor még azt sem tudtam, hogy van neki asszonynak hívják. Azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen... Nem magyarázta meg, hogy tulajdonképpen mit is akart mondani, mert Palmu a fejét csóválva félbeszakította a meddőbeszélgetést. Ezt is hagyjuk későbbre, mondta engedékenyen. Minden esetre az a lényeg, mióta ülnek itt. Ez kezdetnek elég lesz. Lajhonen író az órájára pillantott és meglepődött. Na nézd csak, hogy elszaladt az idő, kiáltott fel. Képzelje csak, van neki, asszony, mindjárt 12 óra lesz. Akarom mondani, az én órámon van tizenkettő, de negyed órát siet, nehogy mindig mindenhonnan elkéssem. Van neki, asszony, észrevette Palmu türelmetlen arc kifejezését, és sietett elmagyarázni. Tíz órakor kellett találkoznunk az utcán a ház előtt, de Lajhanen úr már a megbeszélt időpont előtt érkezett. Annyira idegeskedtem a kézira, kezdte a boldogtalan író, de Palmú gyilkos tekintetére hirtelen elhallgatott, és riadtan szemüvegéhez kezdett kapkodni. A szenes pince mellett pillantottam meg, amint a szenes autó gépkocsi vezetőjével beszélgetett. Folytatta van neki asszony. A pince ajtaja nyitva állt, és a szenes emberek újabb szállítmányért mentek. Besurrantunk ide, és mindent megmagyaráztam Lajhonen író úrnak, közben egészen észrevétlenül elszaladt az idő, és a szenesek újabb szállítmányt hoztak, és mi nem akartunk mutatkozni előttük, hanem folytattuk a beszélgetésünket. Ők elkezdték üríteni a zsákokat, anélkül, hogy bennünket észrevettek volna. Igen, és most bizonyára már el is mentek, de mi olyan kellemesen elbeszélgettünk, hogy nagyon meghökkentünk, amikor maguk jöttek. Csak ugyan rendkívül érdekes beszélgetést folytattunk. Bizonygatta lelkesen Lajhonen író. A karcsú van neki asszonyt nézegettem. Sötét, csillogó szemét és ovális arcát, a száját, amely olyan volt, mint valami piros virág, és sejemharisnyás lábszárát. Aztán az alacsony íróra néztem, szórakozott arcára és okos bagoly szemére, gyűrött ruhájára és félrecsúszott nyakendőjére. Ha agyonütöttek volna, akkor sem tudtam volna felfogni, ugyan milyen lelki rokonságot sikerül találniuk egymásban de ez nem tartozott rám. Tehát azon az ajtón jutottak be. Mutatott Palmu a fürdőszoba folyosójára vezető vasajtóra, amely nyitva maradt mögöttük. De az bizony zárva volt. Kezdte tétovázva, van neki asszony. Nem volt zárva, sietett készségesen bizonyítani Lajhonen író. Idejövet félig kinyitottam, amikor nyugodt helyet kerestem a beszélgetéshez. De nyomban láttam, hogy a ház lakott részébe vezet, mert ott csak üres folyosó, meg szőnyeg, meg lépcsők voltak, és eszembe sem jutna, hogy mint valami betörő behatoljak egy idegen házba, még ha rükszek úr eljárása velem szemben fel is jogosítana ilyesmire. A lány ismét elpirult. Én azt hittem, hogy zárva van, ismételte meg gyanús csökönyösséggel. Tehát tudja, hova vezet ez az ajtó? faggatta Palmo közömbös hangon. Valamilyen ok miatt a lány szemlátomást habozott. I igen, tudom, motyogta. Ott a folyosó meg az ajtó, amely a ház mögé vezet, és... és Bruno a fürdőszobájába, meg az emeletre és a halba vezető lépcső, de... Palmo úgy tett, mintha nem is fordított volna figyelmet erre a leleplezésre, amely elárulta, milyen alaposan tisztában van a lány a ház egyes részleteivel. Minden esetre, szólalt meg békéltetően, azt szeretném közelebbről tisztázni, használta-e valaki ezt az ajtót, amióta maguk itt ülnek? Vagyis jött-e arról valaki, vagy esetleg például az egyik szenes, bemehetette arra? Lajhonen és a lány tétovázva egymásra nézett. Hát, alig azt hinném, hogy nem, vélekedett az író távolról sem maga biztosan. Megítélésem szerint bárki nyugodtan elsorolhatott mellettünk, jegyezte meg a lány meglepő buzgalommal, hiszen annyira belemerültünk a beszélgetésbe, hogy még a maguk érkezését sem vettük észre, amíg meg nem szólítottak bennünket. És maguk négyen vannak. Palmú bólintott, ez igaz volt. Másodszor is bólintott, és gondolataiba mélyedt. Feszült némaság támadt. A lány már kinyitotta a száját, egész idő alatt palmúra nézett, de semmit sem mert kérdezni. Lajhonen író bocsánat kérően köhintett. Engedelmükkel még visszatérek az előbbiekre, kezdte szemérmesen. Ön azt mondta, Palmu úr, hogy a rendőrség bűnüldözési osztályának felügyelője. Ez nagyon furcsa, akarom mondani, érdekes véletlen, mert van neki asszonynal éppen a büntetről beszélgettünk. Összerezzentem, de Lajhanen író szórakozottan dörgölte az állát, és folytatta, mintha saját gondolatmenetét követné. De melyikük hívta a rendőrséget? Ezt nem értem. Hiszen a büntetnek olyan tökéletesnek kellett lennie, hogy a kárvallott személy ne fordulhasson a rendőrséghez. Annyira elképettem ezeknek a szavaknak a hallatára, hogy egy fűszállal a földre dönthettek volna. Palmu is meglepődött. A kárvallott? Ismételte meg kérdő hangsúlyjal. A kárvalott valóban nem lármázhatja fel a rendőrséget, mert most a hullaházban fekszik. A hullaházban? Ismételte meg van neki asszony. Mindkét kezét a szájához emelte, arca a félelemtől csúnyán eltorzult, és hátrafelé tántorodott. Lajhonen író átölelte, és dühösen nézett Palmu felügyelőre. Mi, miféle rossz tréfa ez? Palmu haragra gerjedt. Bruno rükszek meghalt, válaszolta nyersen. Most a hullaházban fekszik. Belefulladt a saját fürdőmedencéjébe, mi alatt maguk itt társalogtak. Te, tehát ebben az esetben Bruno nem is nyert. Tehát ebben az esetben... Ez aztán furcsa befejezése ennek az egész esztelen büntet sorozatnak. Szólalt meg Lájhonen író a megdöbbenéstől Bénán. Befejezése? Ismételte meg Palmo kérdőhangsúlyjal. Szerintem még csak a kezdeténél tartunk. De gúnyolódása kárba veszett, mert Lajhonen író annyira gondolataiba mélyet, hogy nem is hallotta a szavait. Nem tehetek róla, szólt nagyon komolyan, de ez szerintem olyan, mint az ég ítélete a fölött, aki az emberi lélek gonosz erőivel játszott. Az ég, ég ítélete, szaladt ki a számon akaratlanul, mert az idős rükszeg kisasszony elsőnek mondta ugyanezeket a szavakat, amikor a szalomban meghallotta, hogy Bruno kiadta a lelkét. De Palmu felügyelő erélyesen visszatért a fő kérdéshez. Maga tehát azt állítja, faggatta gyanakodva, hogy állítólag nem tudott erről. Egész idő alatt nem hallottak vagy nem láttak semmi különöset. Ez szörnyű, ez borzasztó, felelte a lány. Itt ültünk, csak nem mellette. És mellettünk meggyilkoltak egy embert, elvitték a tetemét, és mi semmit sem hallottunk, mi csak beszélgettünk, mondta elborzadva Lajhon ez, ez megbocsáthatatlan. Meggyilkolták, ismételte meg Palmuk kérdőleg. Meggyilkolták? Csodálkozott Lajhonen író. Hát persze, hogy igen, hiszen ő mondta így éppen az előbb. Ez csupán az ő szörnyű játékának a logikus következménye. Valaki ravaszabb volt nála. Én egyáltalán nem mondtam, hogy meggyilkolták, ellenkezett Palmuk. Csak annyit mondtam, hogy belefulladt a saját fürdőmenencébe. Butler halkan köhintett, és meghajolva előrelépett. Tegnap este rükszek úr hm, elég sok szeszes italt ivott, amint van neki, asszony is jól tudja. Okkal feltételezhető, hogy még ma reggel is bizonytalanul állt a lábán. A fürdőszobában megcsúszott a szappanán, és estében olyan csúnyán beverte a fejét, hogy vízbe fúlt, mielőtt a szerencsétlenségről tudomást szerezhettünk, és a segítségére siethettünk volna. Vagy úgy? szólalt meg a lány, és az arca felderült, és ismét megszépült. Kétségtelenül kimondhatatlan megkönnyebbülést érzett. Olyan, olyan ostoba vagyok, amiért annyira megijedtem. Butler úgy beszél, mint Dickens. Jegyezte meg Palmu, és figyelmesen a lányt nézte. Lajhonen író a pince sarkában húzódó pókhálóra merett. Különös, jegyezte meg szórakozottan. Különös, éppen a tegnapi este után. Az ég ítélete, amint mondtam. A tegnapi est valóban az esték estje lehetett, vélekedett gúnyosan Palmo felügyelő. Nyilván valamivel több adatot kell szereznem róla. Tudom, hogy a házban késő este vendégek voltak, bőségesen fogyasztottak szeszes italt és játszottak. Ahogyan az író úr találóan mondta, az emberi lélek gonosz erőivel. Kik voltak jelen a vendégségben? Butler tapintatosan köhintett. Valamennyien, kivéve a külön élő rükszekné nagyságos asszonyt, mondta meglepetésszerűen. Valamennyien, hátrált egy lépést Pálnu felügyelő. Igen, erősítette meg rendíthetetlenül Butler. Az idős rükszek kisasszony ugyan a többieknél később érkezett, és csak egy pillanatig maradt, de azért őt is hm, figyelemre méltó mértékben a jelenlevők közé lehet számítani. Vannak is kisasszony halkan felnevetett, mintha valami mulatságos dolog jutott volna az eszébe, de nyomban erőt vett magán. Lajhonen író úr éppen most említette, hogy ezelőtt még sohasem járt a házban. Jegyezte meg Palmu, fenyítő pillantást vetve az alacsony íróra, de Butler ismét tapintatosan köhintett, mielőtt még az író válaszolhatott volna. Okom van feltételezni, jegyezte meg, hogy Lajhonen író úr, hogy úgy mondjam, lelkileg volt jelen, az ő kéziratának ugyanis bizonyos szerepe volt az est hmm, műsorában. Palmu rázta a fejét, mint valami dühös bika. Az idős rükszek kisasszony vára mérnök, számolta az ujjain, rükemű kisasszony, rükemő fiúr, és van neki kisasszony, tehát tegnap este a házban vendégeskedett. Igen, helyeselt Butler, ők valamennyien testileg voltak jelen. És mások? Nem, mások nem voltak. Butler arckifejezése azt mutatta, hogy a felsorolt vendégek számával teljes mértékben megvan elégedve. Tegnap este játszottak, ma reggel pedig magánügyeket tisztáztak. Több palmú. Igen, van neki asszony, az a fura eset forog fenn, hogy a többi tegnapesti vendég már a szalomban ül, és csak maga hiányzik. Most talán felkérném mindkettőjüket, hogy települjenek át oda, kényelmesebb ülőhelyre, amíg... De a kézira... kezdte Lajhonen író. Most rükemő ifjú úrom volt sor, hogy félbeszakítsa. Szökelve jött lefelé a pince folyosó lépcsőjén, vár mérnök társaságában, és örömmel üdvözölte vannak is asszonyt a meglepetés legkisebb jelét sem mutatva. – Szevasz, Irma! – üvöltötte. – Gyere inni a szalomba! Ez izgalmasabb, mint a póker, roják vintel a kezedben. – Bizonyára hallottad már, hogy Bruno beadta a kulcsot. Váramérnök elhallgattatta, félretaszította az útjából, és a felügyelőhöz lépett. Kedves felügyelő úr, mondta parmónak, ez azért már sok. A haláleset egész sor intézkedést von maga után, és a nők türelmetlenkednek. Nekem is már rég a hivatalomban kellene lennem. Nem tudna igyekezni egy kicsit? Tűrtőztette magát, hogy aránylag udvariasan beszéljen, noha látszott, hogy forr benne a méreg. Fagyosan van neki asszonyra pillantott, mintha levegő lett volna, Lajhonen írót pedig a legcsekélyebb figyelemre sem méltatta. Tudom, tudom, mondta alázatosan Palmu, én már csak egy ilyen öreg fatuskó vagyok, és lassú a felfogásom. De ha a mérnök úr még néhány percig tűrtőztetni tudja magát, akkor együtt a fürdőszobába megyünk, hogy teljesen tisztázzuk az ügyet. De Palmu nem ment a fürdőszobába. Miután a pincéből felmentünk a folyosóra, megállt az átjáróban a fürdőszoba ajtaja előtt, és ismét magyarázólag fordult váromérnökhöz. Butler ugyan már elmagyarázta nekem, hogyan törték fel az ajtót, de egy részlet homályos maradt előttem. Nem lennének szívesek, ha már egyszer véletlenül mind a hárman itt vagyunk, ugyanazt a helyet elfoglalni, és ugyanúgy tenni, mint reggel vagyis próbálják meg a lehető legpontosabban utánozni a mozdulataikat, és mindent ugyanúgy csinálni, mint akkor. Mi értelme? Szólalt meg váramérnök, és tüntetőleg zsebre dugta a kezét. Ostobaság! Nem vagyok én komédiás! de rükemű fiatal úr a segítségünkre sietett. Szerinte szemlátomást minden nagyon mulatságos, meg érdekfeszítő volt, és felébred bennem a gyanú, hogy mellesleg sikerült felhajtani a második pohárral is a szalomban. Sose tört magad, Erik, szólalt meg, és buzdítólag megrántotta a mérnök kabátóját. Minden teljesen all right. Valamennyi detektív regényben így csinálják. Ez a tárgyhoz tartozik. Ezt jelenti az alibi szó. Palmu felügyelő hűmögött. mögött. Ő már korábban kialakította felfogását Ajmo Rükemű értelmi adottságairól, mert ebben a kérdésben nem lehetett tévedni. Lajhonen írót és vannak is félret a szigálta, de, és ez bizony különös volt, nem küldte őket a szalomba. Ő maga is odébb húzódott, hogy a fürdőszoba ajtaja szabadon maradt a cselekvéshez. Ostobaság! ismételte meg váramérnök még egyszer, de mégis kényszeredetten felment a halba vezető lépcsőn, Ajmo, Rükemő és Butler kíséretében. Ott egymás közt halkan néhány szót váltottak, elrendeződtek, és aztán libasorban sietve a fürdőszoba ajtajához mentek. Váramérnök kopogtatott az ajtón, és lehajolt hallgatózni. Ajma rükemű melléje furakodott, és ő is kopogni próbált, de a mérnök félretolta, és úgy tett, mintha a vállával próbálná felfeszíteni az ajtót. Aztán hátrált, néhány lépésnyi lendületet vett, és berúgta az ajtót. Butler ugyanabban a pillanatban elfordította a villanykapcsolót, és egymás hegyén hátán berontottak a vakító fényben úszó fürdőszobába. Vannak is azt, hogy nagyon sápat volt, és szorosan fogta a szórakozottan bámészkodó lajhonán írókarját. A helyzet szerintem sem volt valami vidám. Abban a hangtalan rohamban volt valami iszonyatosan szuggesztív, úgyhogy nagyon is el lehetett képzelni, hogy a tetem még most is a medencében úszik a sötétpiros piros fürdőköppenybe burkolva. Váramérnök visszafordult, a homlokát összeráncolva és mély ellenszem kifejezésével férfias arcán. – Most már meg van elégedve? – kérdezte nem leplezve a gúnyt a hangjában. – Most már működik a felfogó képessége? – Működik, de még hogy működik? – ismerte el csendesen Palmu. – De csak ugyan egészen bizonyosak afelől, hogy minden éppen úgy történt, mint reggel. A mérnök fagyosan bólintott. Butler és az ifjúr is bólintott, miután előbb kérdőn egymásra pillantottak. Igen, ezt már akkor figyelembe vettem, amikor Butler először mutatta meg, hogyan történt az egész. Szólalt meg Palmu, higgadtan nyújtva a szót. És az önök figyelmét nem vonja magára egy nagyon különös körülmény? Váramérnök kinyitotta a száját, mintha mondani akart volna valamit. Aztán hirtelen még egyszer megfordult, hogy a fürdőszobában nézzen. Butlerre tekintett, Butler pedig őre, de egyikük sem szólt semmit. De érjék már fel észszel, jó emberek, elégelte meg Palmu. A fürdőszobában ég a villany.